Szombaton hazai pályán játszik visszavágót a Dunai Városi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női csapata a Kopenhága ellen. A játékosok elmondásuk szerint túl vannak az ellenfél megismerésén, tudják azokat a hibákat, amik miatt egy góllal nyerni tudott a Kopenhága, és mindent megtesznek azért, hogy ezt kiavítsák a hazai meccsre. Semmi nem dőlt el, ugye egy gólos hátrányból fordulunk, jön a második felvonás, előnyünk lehet, ugye, hogy haza hazai játszunk, bízom benne, hogy az urkolóink jönnek és biztatnak bennünket, ez mindenképpen sokat fog jelenteni. Még jobban megismerhettük az ellenfelünket, kielemezzük még jobban őket, egy-két helyen próbálunk majd változtatást végrehajtani, hogy jobb legyen, és remélem, hogy azt a csatát is meg fogjuk nyerni. György László elmondta, hogy a Kopenhága elleni első mérkőzés eredményével elégedetnek kell lenni, de most szombaton még jobb teljesítményt kell nyújtani mindenkinek. A cél egyértelműen a győzelem, akár minimális különbséggel is, ezáltal pedig a következő fordulóba jutás. Ugyanúgy, mint az ottani mérkőzésen a támadó taktikánk nagyon fegyelmezett ketten kell végrehajtanunk, nem lehet gyorsan előni a labdát, hamar befejezni a támadásokat, késleltetni kell ezeket, illetve az ő gyors ellentámadásukat megakadályozni, még a saját térfelükön felvenni ugye a védő pozíciónkat, és utána pedig, ha ideglenesen is, de azonnal nyomban visszarendeződni, és ott is, hogyha kell, akkor azonnal fautolni. A Kopenhága elleni visszavágó szombaton 18 órakor kezdődik a Dunajvárosi Sportcsarnokban.